Stelvio Q az Alfa Romeo majdnem 110 éves történelmének legkomolyabb szériaautója. Ebbe belesűrítettek minden olyan tudást, amit ez alatt több mint egy évszázad alatt szereztek. És hogy miért mondom ezt, hogy a Stelvio a csúcsmodell és nem a Giulia, azért, mert ez alatt van egy összkerékhajtás is. Illetve hát ugye meg kellett oldani azt, hogy egy szabadidőautó kaszniban gyakorlatilag egy sportautó lakozik. És nyilván a Giulia Q az kívánatosabb autó, hiszen mégiscsak egy szedán, viszont csak ebben az autóban lehet ezt a Ferrari motort összkerékhajtással párosítani. Pontosabban a Stelvio Q-ban csak összkerékhajtással kaphatod meg ezt a motort. Az, hogy van benne egy V6-os Ferrari eredetű biturbo motor 510 lóerővel. Az, hogy egy olyan futómű van alatta, amit az autós újságíró szakma az egekig magasztalt. És mindezt egy szabadidő autóban összerakva, rengeteg karbon elemmel, alumíniummal könnyítve a súlyán. Konkrétan nem az, hogy elrejtettek egy sportautót egy SUV-ban, hanem ez egy sportautó, csak magas építésű. Azt gondolná az ember, hogy a városban teljesen használhatatlan, hogyha állsz egy dugóban, vagy araszolsz egy dugóban, akkor egyszerűen túl sok egy 510 lóerős autóban ülni, és hogy ez kezelhetetlen azokban a helyzetekben, minek oda 510 lóerő, de azt kell, hogy mondjam, hogy igazából normál használatban azon kívül, hogy sokkal keményebb a futóműje, észre sem veszed. És aztán, ha kilépsz a városból, elhagyod a határt, és végre eltűnik a dugó, akkor átteszed D-be, visszaváltasz, és megjön a 510 lóerős Ferrari motor gyönyörűre hangolt hangja, és onnantól kezdve ez az autó egy szabálysértés. Egy olyan szabálysértés, egy folyamatos szabálysértés. Mert nem mondja nekem senki azt, hogy egy ilyen autóval akár csak 50%-ban is be lehet tartani a sebességhatárokat. Ha nagyon unatkoznál, mert éppen lelassul a forgalom, akkor is egy csomó szórakozási lehetőség van ebben az autóban. Ne a rádiót kezd el tekergetni, meg ne a zenét hangosítsd fel, hanem válts vissza, és picit húzás ki az autót, és durrogtass kettőt a kipufogóba, már is olyan mosoly van az arcodon, hogy Uramisten! Csapat az Alfa Romeo-nál, akik azért felelnek, hogy ennek az autónak ilyen hangja legyen, akik ezt a Ferrari motor hangot alfásították, összehangolták a kipufogó hangjával, és összeraktak belőle egy ilyet, azoknak odaítélném az Oscar legjobb hangmérnökének járó díját, mert szerintem ezt nagyon kevés V6-osból lehet kihozni. És volt ugye régen a Busso, ami a legszebb Alfa motorhang volt. De itt a kihívó. Sokkal drágább. De ez valami óriási. És még mennyi lehetőség lehet ebben a motorhangban, amikor már annyira ismered, annyira kiismered az autódat, hogy minden rezdülését tudod, minden fordulatszámnál tudod, hogy milyen hangélmény vár rád. A
Quadrifoglio tulajdonosok viszonylag gyakran találkoznak azzal a piktogrammal, ami felvillant most a műszerfalon, tankolni kéne. Úgyhogy akkor beszéljünk egy kicsit a fogyasztásról. 660 kilométert mentem ebben az autóval szűk 4 nap alatt. Volt benne autópálya, volt benne nagyon-nagyon sok országút és egy félnapnyi budapesti dugó. Ez 16,3-as átlagfogyit eredményezett, ami szerintem nagyon jó. Ami nagyon jó egy 510 dolláros autótól. A 200 lovas Giuliával ugyanilyen használat mellett a 11-12 litert sikerült hoznom, úgyhogy én ettől le vagyok nyűgözve. Nyilván versenypályán ez akár lehet 25 liter is, de én ezt nem érzem durvának egy ilyen autótól. Beszélhetnénk még arról, hogy ebben a majdnem 30 milliós autóban milyen vezetéstámogató rendszerek vannak, mik azok, amik hiányoznak. Ezerszer kiveséztük már ezt, de ez az autó, ha alfás szemmel nézzük, hibátlan. Pont nem érdekel, hogy milyen a kijelzője. Pont nem érdekel, hogy van-e benne sávtartó automatika. Hagyjuk már! Majd én tartom a sávot. Majd én váltok. Majd én mosolygok. Vegyünk minél többen Stelviót és Giuliát, akár alapmodellt, akármilyet, hogy az Alfa Romeo-nak minél több pénze legyen ilyen kocsikat gyártani, amíg még lehet ilyen kocsikat gyártani.